Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Képviselőtestületi ülés, közterületek átminősítéséről is döntött a grémium. Szakmai találkozó. Hazánk nagy regionális kanzenjeinek vezetői gyűltek össze csütörtökön Szentendrén. Ember Márk. A budakalászi kötődésű színész, zenész már gyerekkorában kapcsolatba került a színházzal. Két esetben közterületek átminősítéséről is döntött Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete legutóbbi múlt szerdai ülésén. A grémium a februári rendes ülésen tárgyalta a 2024. évi költségvetést is, valamint tanácskozott a Dunavértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulás beszámolóiról. Ahogy arról beszámoltunk, idén 1,5 milliárd forint jut fejlesztésre a városban. Több közterület átminősítéséről is döntöttek a testület tagjai, hogy az érintett közterület forgalomképtelen törzsvagyomból forgalomképessé minősüljön át. Javaslat a Szeglet utca déli végénél található 25/15/5-ös helyrajzi számú ingatlan átminősítésére. A szomszédos ingatlan tulajdonosai vételi szándékukat nyújtották be a tárgyi 81 négyzetméter alapterületű kivett közterület művelési ágba tartozó ingatlanra, amely önkormányzati tulajdonban áll. A tulajdoni lap szerint közterület, tehát forgalomképtelen törzsvagyon, a hatályos szabályozási terv azonban már leveszi róla ezt a jelölést, nincs közterületnek jelölve a tárgyi ingatlan, ezért forgalomképes vagyonná történő átminősítése után eladható. Amennyiben forgalomképes lesz az ingatlan, és az ingatlan nyilvántartásban is megtörténik az átnevezése, lehet az adásvételi szerződés tárgyában dönteni. Budakalász is a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulás tagja, ezért minden évben a település képviselőtestületének meg kell szavazni a társulás beszámolóit, módosításait. A februári ülés 6. pontjaként került a grémium elé a napirend, amelynek témáiról külön szavazott a testület. Javaslat a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulás ülésére előterjesztett napirendek megtárgyalására. A társulás tanácsa 2024. március 4-i ülésén az előterjesztésben szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra. Mivel Budakalász a társulás tagja, szükséges a napirendek megtárgyalása és döntések meghozatala. Az előterjesztést a település fejlesztési és környezetvédelmi bizottság határozat képtelenség miatt nem tárgyalta. 10 igennel egyhangulag megszavazták a képviselők a módosítást, majd a társulás költségvetésének elfogadásáról kellett dönteni. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete támogatja a társulás 2023-as évi költségvetés módosításának elfogadását. 10 igennel szavazta meg a testület a napirend 2. pontját, majd folytatódott a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos napirend tárgyalása. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete támogatja a társulás 2024-es évi költségvetésének elfogadását. Végül a napirend utolsó pontjához ért a szavazás. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete támogatja a társulás 2022-es évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Múlt szerdán döntött a testület a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos napirendről, amelyet ma, azaz március 4-én tárgyalt a társulás ülésén. A képviselői döntésekről szóló utolsó beszámolónkat holnapi hírmagazinunkban láthatják. Rövidesen új helyen várja vevőit a mentáskert. Megvalósítási szakaszba lép a faluház udvar fejlesztése, és ezzel párhuzamosan költözik a mentáskert is. A piacnak nem kell messzire költöznie. A Lenfonó területén, a zeneiskola túloldalán egy murvából borított tér várja a mentáskert vevőit, aminek a kialakítását a hét elején végezte el a Városüzemeltetési Iroda.
A termelői piac március 7-től várja a vevőket az új helyszínen. Az autóval érkezők a faluház első parkolójában vagy a régi szövőgyár területére behajtva parkolhatnak a közelben. A piac új helyét eligazító táblák is jelezni fogják. A budakalászziak által is kedvelt Szentendrei Skanzenben tartották meg a Szabadtéri Múzeumok országos találkozóját február 29-én, ahol hazánk nagy regionális skanzenjeinek vezetői gyűltek össze. A konferencián a múzeumi örökség és a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkoztak. Délelőtt előadások, délután kerekasztal beszélgetés és tárlatvezetés várt a résztvevőkre. 2023 a malmok éve volt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, idén pedig a társadalmi és történelmi traumák feldolgozását helyezik majd középpontba a múzeum kiállításain és rendezvényein. A téma a Szabadtéri Múzeumok országos találkozóján is előkerült. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem azért van csak, hogy úgy magába bemutasson az épületeket, mert az már túlságosan kevés lenne, ezért mindig valami fajta tematika köré csoportosítjuk a mondani valónkat, a kiállításainkat, a rendezvényeinket, és mivel a tavalyi év legnagyobb sikere a malom ellenére az Erdély Tájegység volt, és az Erdély Tájegység önmagában már tartalmaz nagyon komoly történelmi traumákat, a társadalmunk még nem nagyon tudta feldolgozni Trianon, nem nagyon tudta feldolgozni az elszakadt nemzetestekkel való kapcsolati hálóépítését, nem nagyon tud vele mit kezdeni, nagyon sokszor szélsőséges vélemények vannak, ezért azt gondoltuk, hogy ebben az évben ez lesz a téma. A konferencián a Göcsei Falu Múzeum, a Sóstói Múzeum Falu, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, illetve a Vasi és a Szennai Skanzen igazgatói számoltak be az elmúlt egy év történéseiről. A kerekasztal beszélgetésen a múzeumi örökség hasznosítása mellett a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, valamint a karbantartás kérdései is előkerültek. Rájöttünk arra, hogy a legtávolabbi kis településen működő faluház, vagy katályház, vagy a megyei skanzen, vagy pedig az országos, rengeteg közös vonás van a mi munkánkban, és tudunk tapasztalatokat cserélni, és talán az országos központnak, a nemzetközi hírnevének és eredményeinek köszönhetően vannak olyan mondani valói, amit fel tudnak használni a vidéki kollégák. Szentendrén rendezik meg a Szabadtéri Múzeumok világtalálkozóját is. Augusztusban 46 ország több mint 100 küldöttje vesz majd részt a rendezvényen. Nem csak megbeszéljük a skanzen világ legfontosabb dolgait, hanem erre a tematikára, az erre a történelmi kataklizmák, traumák kidolgozása, feldolgozása, kibeszélése, erre a témára fűztük fel az előadásokat, és Észtországtól Ukrajnán át Spanyolországig, vagy éppen Írországig lesznek előadók, de Afrikából is lesz előadó, akik különböző szempontok alapján világítják meg ezt a kérdést, de nem csak teoretikusan, hanem úgy is, hogy az ilyen típusú történeti múzeumok, mint a Szabadtéri Múzeum, a Skanzen, a saját eszközeivel hogy tud ehhez hozzájárulni. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományos programokat természetesen idén is megtartják a Skanzenben, de újdonságokkal is készülnek a vendégeknek. A programokra a budakalászi lakosokat is várják. Tavaly nagy sikert aratott a múzeum éjszakája, megmondom őszintén, az egész csapatból én voltam a legszkeptikusabb, és utána pedig nyilván a legboldogabb, hogy ez nálunk is működik, tehát ezt meg fogjuk tartani, és lesz egy május 31-én pedig egy ilyen fényfesztivál, amikor a Felföldi Mezőváros, illetve az Erdély Tájegységünkben egy nagyon nagy szabású monstre program lesz, és azt tervezzük, hogy ebből egy hagyományos nagy rendezvény lesz, itt egy ilyen éjszakai program, amiket már láthatott a közönség máshol az ország területén. Most itt lesz a Dunakanyarban is. A Szentendrei Skanzen nyitvatartásáról és programjairól az intézmény honlapján és közösségi oldalán tájékozódhatnak.
Egyre több helyen ég a tarló, a nádas, figyelmeztet a Katasztrófavédelem hivatalos honlapján olvasható közleményében. Tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontból javasolt a növényi hulladék komposztálása vagy elszállítatása. A tavaszias időjárás és a kerti munkák megkezdése miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Idén már 1387 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 7,5 millió négyzetmétert. Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, a nádas és a tarló a kerti munkálatok során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ahol a települési önkormányzat rendeletben engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést, ott csak a rendeletben meghatározott módon és időben végezhető az égetés. Amennyiben a települési önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, ott tilos zöld hulladékot égetni. A tűzvédelmi előírások megszegéséért az okozott kár és a veszély mértékétől függően 20 000 forinttól akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is járhat. Ember Márk színész, zenész, Budakalászon nőtt fel. Szülei a szerb nemzetiségi színház tagjai, ezért már gyerekkorában kapcsolatba került a színházzal. Gyermekkori kötődéséről, színházi filmes munkáiról, zenekaráról is mesélt stábunknak. Magyar utca, gyermekkor, szép emlékek. A Kalászon töltött évek meghatározóak voltak Márk számára, szívesen emlékszik vissza az itteni kalandokra. Budakalászon nőttem fel a Magyar utcában, és hát fantasztikus élményeim vannak. Ott a srácokkal ott játszottunk az utcában, akkor még nem volt ilyen szépen megcsinálva az út. Most valamikor ellátogattam megint oda, láttam, hogy szépen fel van újítva. Ott törtem el a kezemet gördeszkával, ott tanultam meg biciklizni. Tehát nekem a Magyar utca Budakalászon az... Hát ez egy fontos helyszín számomra. 2012-ben vették fel a Színművészeti Egyetemre. Egy éve lett szabadúszó, így rengeteg helyen játszik. Szerencsére sikerült elvégezni a Színművészeti Egyetemet, és most színészként létezni. Jelen pillanatban szabadúszó vagyok, de van 4 előadásom a Víg Színházban, a Pál utcai fiú padlás, Nagy Gatsby diktátor, akkor... Egy a Thália Színházban a Rettenetes szülők, az Erkelben játszok a Puskás és a Kőszívű musicalt, illetve a Pesti Magyar Színházban most a két legújabb bemutatom a Valahol Európában, illetve az 1001 éjszaka. Márka magánéletében kedves, szerény srác, a legtöbben mégis gonosz karaktert osztanak rá. Ott én vagyok Jafar a gonosz. Érdekes, hogy valamiért így a gonosz szerepekről eszükbe jutok az embereknek. Tehát például pont arról beszéltem a Geszti Péterrel, hogy az összes darabjában eljátszottam most már a gonoszt. A Dzsungelkönyvben a Sirkánt, a Pál utcaiban az Ácsferit, meg az idősebbik pásztort, és most pedig Jafar az 1001 éjszakában. Zenészként is sikereket tudhat magáénak. Több hangszeren játszik, a Végszínházi Grund zenekar tagja. Most a legfontosabb koncertünk az majd június 30-án lesz a Budapest Parkban, a Grundvik Színházi Fiúzenekarral. Oda várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, az hatalmas buli lesz. Nagyon nehezen egyeztetjük össze, mert tényleg szerencsére mindannyian elfoglaltak vagyunk, és sok munkánk van. Néha azért sikerül, általában akkor, amikor közösen van előadásunk a Víg Színházban, akkor előtte találkozunk a próbahelyünkön, ezért sajnos 5-6-7 bulinál nem is tudunk többet vállalni egy évadban. Ennek a zenekarnak gyakorlatilag az a missziója, hogy azt a közösségi létezést, amit egy Pál utcai fiúk előadáson a közönség, meg amit mi megélünk, hogy azt valahogy tovább vigyük, és ezért igyekszünk olyan dalokat játszani, amik a musicalben is megtalálhatóak, illetve amik valamilyen szálon nagyon erősen köthetőek a Víg Színházhoz, hogy valahogy tovább vigyük azt a szellemiséget. Saját dalaival is megjelenik időnként, de színpadi művekhez is ír zenét. Nekem a dalok azok, vagy amikor én kiadok dalt, az mindig valami olyasmiről szól, hogyha éppen valamit nem tudok kifogalmazni magamból színpadon, vagy valamelyik darab kapcsán is bennem van, akkor azt megpróbálom valami dalban megfogalmazni. Van most is pár, de nincs arra
hogy mondjam, nincs egy ilyen erőltetés bennem azzal kapcsolatban, hogy én mindenképp mutogassam magam. Például jobban szeretem most azokat a munkákat, amiket színpadi zenéket kellett írnom. Például volt a Tehetséges Mr. Ripley, a Hat színben játszották, vagy most megy a Táliában a Killer Joe, Mózes Andis rendezésében Szabó Győző főszereplésével, annak is én szereztem a zenéjét. Tehát az most egy kicsit jobban érdekel, hogy a háttérből szolgálni valamit. Ember Márkkal hosszabb beszélgetést láthatnak szerdán Köztér című magazin műsorunkban. Végül a várható időjárásról. Kedden a változóan felhős napos időben helyenként számítani kell záporok kialakulására. Néhol zivatar is előfordulhat. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk az északi északnyugati szél. Reggelre ismét kialakulhatnak pára és kötfoltok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Közterületek átminősítéséről is döntött Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete múlt szerdai ülésén. A Szentendrei Skanzenben tartották meg a Szabadtéri Múzeumok országos találkozóját február 29-én, ahol a regionális skanzenek vezetői gyűltek össze. Ember Márk, a budakalászi kötődésű színész-zenész, már gyerekkorában kapcsolatba került a színházzal, stábunknak színházi, filmes munkáiról és zenekaráról mesélt. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk, amelyben Almási Mária speciális lelki tanácsadóval beszélgetünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!